Sziasztok, én Laci vagyok, és ez itt a Game Geek. A 26. heti adagot látjátok, úgyhogy fogyasszátok felelősséggel. Vajon hogyan töltheti idejét Gordon Freeman? Az e-sport botrányokhoz belép a lore is. Pénzért adják a Far Cry 4 demóját. Egy egész pletyka csomagot kaptunk a Star Wars Battlefront-ról. A Valve újabb hatalmas piaci dobása. Ázsiai bajnokság, új event, új Arcana. Dota 2. FPS alsógatya reklám. Vajon mi történhetett Gordon Freemannel, hiszen a Half-Life 2 óta hatalmas a csend, és már mindenki várja a Half-Life 3-at. Vajon Gordon Freeman egy nyugdíjas klubba lépett be? Hát, el lehetne képzelni, hogy ennyi idő alatt vajon mi történik egy főhőssel. Nem kell ahhoz profi színésznek vagy celebnek lenned ahhoz, hogy a bulvár sajtó híreivel tele legyél, vagy rengeteg pletyka terjedjen rólad. Bőven elég, ha e-sport játékos vagy, abból is a profibb. És akár hiszitek, akár nem, most nem a CSGO-val van a probléma, a LoL is tele van botrányokkal. A Meteor Makers csapatából Cory otthagyta a csapatot egyszerűen, ráadásul pont az LCS előtt. Hát a csapat, főleg a menedzser Mr. Rottendam ennek azért annyira nem örül. Cory gondolta volna, hogy a csapat az annyira nem fog örülni, főleg az LCS előtt, úgyhogy kapott is egy telefont a menedzsertől. Itt Cory? Cory, van egy kis problémánk. Igen? Hogy a felébe képzeled, hogy lelépsz az LCS előtt? Mi van a te szerződésedben? De nem írtam alá én semmit. Ne pofázzál, kis szaros, lelépsz az LCS előtt? Hallod, ezt úgy megkeserülöd. Elperelem a házatokat, anyád mehet ki az utcára lakni. Ne sírjál, te kis szaros, ne akarod visszajátszani. Cory persze nem volt este, egy ilyen fenyegetés után egyből elküldte a Riotnak a felvételt. Hát, ami utána történt, az szerintem egyértelmű. A menedzser bejelentette, hogy a csapatnak és a szponzoroknak és a vezetőknek semmi köze az ő kirohanásához, egyszerűen csak nagyon ideges lett és már nagyon sajnálja, és le is mondott a pozíciójáról. A vicc az egészben az, hogy Cory persze rájött, hogy ő tényleg aláírt egy szerződést, ami, mint egy profi sportolónál, egyszerűen az van leírva, hogy bizonyos időkeretig nem is játszhat máshol, hiszen a csapat tagja vagy, úgyhogy hiába menne el a csapattól, profi szinten nem játszhat sehol. Úgyhogy Cory gondolt egyet, és hát akkor visszament a csapathoz játszani. A csapat közhangulata gondolom rengeteget fejlődött, amióta Cory újra visszajött, és mégse bombázta szét a csapatot, biztos nagyon boldogan, barátian, jó összetartással tudnak ezentúl játszani, úgyhogy a Meteor Makers biztos bajnok lesz. Ha valaki azt mondaná nekem, hogy fizessek egy játék demóért, ami ugyebár azt a célt szolgálja, hogy kipróbáljam a játékot, és ha nekem tetszik, akkor fizessek elő, vagy vegyem meg. Gyakorlatilag az első sarkon rituálisan feláldoznám a játékfejlesztőt. Igen. Ebben az esetben ez egy zseniális ötlet, ugyanis Japánban a Far Cry 4-nek a korhatárát úgy lehet nagyon jól betartani, hogy még a demóval se lehessen visszaélni, hogy bankkártyával kell fizetni egy bizonyos összeget azért, hogy játszhatsz a demóval. Az összegen ne kapja fel senki a fejét, hiszen nagyjából 20 forintról beszélünk, viszont csak és kizárólag bankkártyával lehet fizetni, ez azért jó, mert Japánban csak annak lehet bankkártyája, aki már betöltötte a 18-at. Úgyhogy aki nem 18, az felejtse el, hogy tud játszani akár a Far Cry 4 demójával is. Ugyancsak pletykák, de végre hallhatunk valamit a Star Wars Battlefrontról. A játék valószínűleg meg fogja tartani a Hero rendszerét is, amit már régi Battlefront játékban tapasztalhattunk, bizonyos kritériumok teljesítésekor ott is leívhattunk nagyon híres szereplőket a csatatérre. Ez valószínűleg itt is meg lesz, rengeteg DLC-ről is jött pletyka, viszont azoknak a tartalmát igazából a sötét oldal homálya fedi még jelenleg, úgyhogy ezt még Yoda mester sem tudja elmondani, hogy mi lesz bennük, viszont az kiderült, hogy öt lesz belőle, és valószínűleg Season Pass is lesz, nem tudom melyik játék jut erről leszhetek be. Sőt, azt a pletykát is hallottuk, hogy a multiplayer pályákon egyszerre több fronton is lehet küzdeni, ezt úgy kell elképzelni, hogy nem csak a bolygó felszínén megy a harc, de mondjuk a világűrben is összecsapnak az egységeink. Remélem egyikőtök sem azt hiszi, hogy a DICE csak a hasára fog ütni, amikor kitalálja kb. Az új jeleneteket vagy a karaktereket, ami akár a hetedik részben is már szerepelhet, ugyanis az egész csapat volt egy hatalmas stúdió látogatáson, ahol a kellékeket, a szereplőket és nagyon sok belső információt tudhattak meg, úgyhogy az események, az új X-Wingek és a T-Fighterek is benne lesznek az új játékban. Mindannyian tudjuk, hogy a Valve pénzügyi és technikai lépései általában fényévekkel megelőzik a korukat. Minden játékfejlesztő irigykedhet arra, hogy a Dota 2-ben vagy akár a CSGO-ban micsoda mikrotranszakciós rendszer van, és mennyien vásárolják a skineket, mennyi in-game item van, erre mekkora a kereslet, és hogy ráadásul a Steamnek a piaca is igazából virágzik. A Valve elérhetővé teszi ezt a csomagot a Steam játékfejlesztőknek, így igazából az összes Steam-en megjelenő játékba bele lehet rakni ezt az in-game keretrendszert, és ezentúl mindenki rendelkezhet saját in-game itemekkel, úgyhogy lehet árusítani, vásárolni, és a piac is tele lehet.
lehet vele. A Valve-nek egyértelmű, hogy ez miért éri meg, hiszen minden tranzakciónál leveszi a saját kis hasznát. Képzeljétek el, hogy most mennyi in-game item van az egész rendszerbe, és hogy hány játéknak is van in-game iteme? Mi lesz akkor, hogyha gyakorlatilag minden játék rendelkezhet saját itemmel? Kicsit összefoglaljuk a Dota 2 híreket, hiszen nagyon sok oldalról futott be új info. Nemrég lett vége a Dota 2 Asian Championshipnek, amiben a legjobb 16 csapat szerepelt, és a többnapos LAN-on több mint 1,3 millió összdíjazást osztottak szét. Ezt igazából a mini TI5-nek is szokták becézni, pont azért, hiszen a Dota játékosok krémje ott van ezen a versenyen. Kicsit megcsappantak az eventek száma, és a fejlesztők nem akarnak nagyon nekünk újakat adni, hiszen Halloweenkor és karácsonykor sem kaptunk újat. De most a kínai új évkor végre megerőltették magukat, és a New Bloom Fesztivált be fogják vezetni, ez egy tök jó event lesz, rengeteg frissítése és patch-el fog járni. Köztük például megkapjuk az új hőst is, a Winter Wyvern. A hős az nagyon OP-nak tűnik, ugyanis tud káoszt teremteni az ultiával, sőt ki tud venni egy baráti játékost, healelni is tud, és még a sebzésben sem utolsó, úgyhogy érdemes lesz odafigyelni rá. Ráadásul ebben a hőssel eljutottunk odáig, hogy a 112-es palettában már csak kettő hős hiányzik ahhoz, hogy teljes listát kapjon adott a kettő. És persze, igazi patch nem is telhet el anélkül, hogy új arcana itemet nem kapnánk, úgyhogy most a Crystal Maiden kapott egy új skint, ami nem annyira olcsó, hiszen 28 dollár az ára, viszont hogyha meglátod a csaj mellett a jégkutyust, akkor te is egyből a bankkártyádért fogsz nyúlni. Ha azt mondod nekem, hogy FPS játékkal el tudsz adni egy alsógatyát, kiröhöglek. Nagyon összetett dologról beszélünk, hiszen egy FPS nézetű webes játék egyben egy Björn Borg reklám, egyben egy anti-hatred kampány, és egyben az, hogy a szerelem ereje persze mindent legyőz, főleg Valentin napon. Gyakorlatilag a cég, akit megbíztak abba, hogy a Björn Borgnak csináljon egy reklámjátékot, ami elfogadni a termékeiket, ilyen utolsó mencsvárként lett bedobva az FPS lövölde. Az FPS-ben gyakorlatilag digitális csókokat szórva a szerelem erejével a már lekábult stresszes embereket levetkőztetjük, majd amikor átalakítjuk őket, a pucértestükre a legújabb Björn Borg termékek kerülnek tök véletlenül, amit akár meg is vásárolhatunk. Sőt, a saját karakterünk felépítésénél, amelyik betölt a játék, a ráaggatott cuccokat egyből hazaházhoz is rendelhetjük. Hát, észre sem veszem a reklámat, emberek! Ami nagyon vicces és nagyon érdekes és nagyon jó dolog, az a játékfejlesztők véleményét nagyon jól belerakták, ugyanis a játék trailere abba kezdődik, hogy a Hatred tömeggyilkos szimulátor csába, ugye készül fel a gyilkolásra, az ajtó kinyitásánál viszont egy kicsit más élmény fogadja. It's the age of vengeance, and no lives are worth saving. And I will send to hell as many as I can. The time has come to... hiszen a szerelem erejével minden legyőzhető. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel csatornánkra, dobj egy kommentet, vagy keresd minket a Facebookon. Ha a stílus is tetszett, nézd meg az előző heti adagunkat, vagy nézd meg az egyik gameplayünket, ahol például szimulálunk egy boss-t. Sziasztok! Ha már Valentin nap, azt ne felejtsétek el, hogy a szerelem erejével mindenre képesek lehettek.